bizonyítja, hogy az igazi román, az igazi hazafi még él Romániában. Elsősorban a román hadsereghez fordulok. Megmagyarázhatatlan, elképzelhetetlen, hogy a román hadsereg egy katonája belelőjön a románba, saját testvéreibe. Hogy belelőjön a tömegbe, ahol a saját rokonai anyja, testvére élhet. Megengedhetetlen. És most a belügyminisztériumhoz fordulok. Románok vagytok, ugyanúgy, mint mi. Ismertek engem, és szerettek. Ha ismertek engem, és szerettek, higgyetek nekem. Ne hagyjátok magatokat. Ne engedelmeskedjetek vakul a parancsoknak. Az ember nem vak. Igaz, felesküdtetek az elnökre, de azelőtt felesküdtetek a királyra is. Legyen egészséges. Az, amit mi akarunk ma, hogy a népre esküdjetek fel végre. Románok vagyunk elsősorban, és senki az égvilágon nem tud ebből a román bőrből minket kibújtatni. Elsősorban a munkásokhoz fordulok, a gyárak rab munkásaihoz. Azonnal hagyják abba a munkát. Hogyha nem hagyjátok abba a munkát, és nem jöztök azonnal ide, a volt Sztálin térre, hogyha nem jöztök ide a rádió, a televízióhoz, és nem álltok mellénk, akkor tudjátok meg, hogy amit most láttok, a szalmaláng, és én nem akarom, hogy a szalmaláng legyen. Azt akarom, hogy azonnal milliók ide gyertek. Bukarestnek 2 millió lakosa van, 1 millió ide jöjjön. Nagyon kérlek mindannyiótokat. Azok az állampolgárok, akik otthon vannak, értsétek meg, végre egy bölcs utasításra a belügy visszahúzódott. Most nem lőnek a tömegbe. Ebből a szempontból ezzel mindannyian egyetértünk. Azt akarjuk, hogy a képviselőink tárgyalnak a kormánnyal, a pártképviselőivel, és olyan megoldáshoz jussunk, hogy semmilyen formában ne lőjenek az emberekbe. Senkinek sincs joga, sem az elnöknek, sem a királynak, és senkinek ezen a világon, hogy a román népet gyilkolja. Szabadságért és függetlenségért akarunk harcolni? Hogy harcoljunk, hogyha ez a szabadság az országon belül nem létezik? És ez a függetlensége nem létezett. Nincs független ország, hogyha nincsenek szabad emberek. Nem félünk a magyaroktól, nem félünk semmilyen nemzettől, mert mindannyian tegnapig a testvéreink voltak, és azok is maradnak holnaptól is. Stimați concetățeni, stimați soldați, kedves honpolgárok, kedves katonák! Mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Sokan közületek ismertek engem. Nikolai vezérezredes vagyok. Nu puteam să stau de o parte în asemenea momente și după asemenea crimă care s-a săvârșit în Republica Socialistă. Nem maradhatok tétlenül ilyen helyzetben, ilyen pillanatokban. Îmi pare rău. Ilyen gyilkos pillanatokban. Nagyon rosszul esik nekem, kihihetetlenül rosszul esik nekem, hogy ebbe a gyilkosságba belevonták a román hadsereget is. Ha bebizonyosodik, hogy a román hadsereg a nép belőtt, az azt jelenti, hogy nagy baj van, rossz lesz. A román hadseregre nézve is, és minden egyes parancsnokra és katonára nézve is, aki ilyen parancsot végrehajtott. Információink szerint gyermekek haltak meg, öregek, asszonyok, teljesen ártatlan lények. Care l-am la dispoziție în fața acestei camere de luat vederi. Rövid idő áll a rendelkezésemre ez alatt. A következő ezredesekhez, tábornokokhoz fordulok, akik magas funkciót töltenek be. Busség generális. Tovarășegeal Eftinescu. Eftinescu tábornok. Topliceanu tábornok. Tovarășegeal Roșu. Roșu tábornok.
Tovarășe general Voinea. Voinea tábornok. Tovarășe general Gândăreanu tábornok. És mások. Másokhoz fordulok. Aș face apel tot în același fel. Hasonlóképpen fordulok Ruszu tábornokhoz is. Opri. Hagyjátok abba a mészárlást. Ordine. Hagyjatok parancsot. Abba hagyni a mészárlást. Hogyha eddig gyilkolás volt, folyt, hagyjátok abba, állítsátok meg. Nu știu ce va fi mai departe. Nem tudom, mi lesz később. Îmi pare foarte rău. Nagyon rosszul esik nekem. Sigur că cei îndrept vor cerceta. Természetesen az ebben illetékesek majd ki fogják vizsgálni, hogy milyen körülmények között halt meg az én barátom Vasilij Milia vezérezredes. A honvédelmi miniszter. Nu cunosc cât a fost de trădător, pe cine a trădat. Nem tudom, hogy milyen mértékben volt árul és kitárult volna el. Mit hazudott. De. În mod categoric, cei care kategorikusan állíthatom, hogy fény fog derülni az igazságra, azok ki fogják dejteni, ki illetékesek. Fantasztikus pillanat. Ezért harcoltunk. Jonkara Mitru, a legkedveltebb román színész fogja a keresztet társaival együtt. Extatikus kép, ezt ki kellene mereviteni. Elérkezett a szabadság pillanata. Jézus Krisztus a földön van, örvendezzetek. Most itt a metropolita beszél. Szeretett testvéreim, románok. Cu poporul român astăzi biserica ortodoxă română strămoșească. Az ősi román ortodox egyház ma együtt van a román néppel, az egész néppel. Mint mindig. A román nép 2000 éves története folyamán. Fájdalomban és örömben egyaránt. Biserica a fost fidelă Evangheliei Mântuitorului Hristos. Jézus Krisztus evangéliumához hűséges volt a román egyház. 2000 éve, amióta létrejött a román nép ezen a tájon, ezen a szent tájon. Jézus Krisztus születése, a karácsony, ünnepeljük a béke, a szent szabadság jegyében. A román népünk szabadsága jegyében. A testvériség és a nemzeti egység jegyében, és hazánk minden állampolgárával együtt. Ő most Apostolescu ezredes, belügyi hírszolgálati főnök jelenteni valója van. Megértvén, hogy milyen... A mentőautókat is. Dar astăzi trebuie să continue demonstrațiile pașnice. Ma folytatódniuk kell a békés tüntetéseknek. Itt kell lennünk az utcán. Națiunea română se trage dintr-o origine sănătoasă. La Arad! Iată acești oameni care îi vedeți au venit de la Arad! De la Arad! Azi noapte veneau mașini din țară. Veniți în continuare, fiți alături de noi. Legyetek mellettünk, jöjjetek hozzánk! Az egész ország a köztársaságért van. Ne felejtsétek el, hogy együtt vagyunk. Mindnyájan együtt vagyunk. És ugyanabban a küzdelemben vagyunk. Mindenképpen győznünk kell. Semmi nem vihet vissza bennünket a régi rendszerhez. Semmi nem maradhat itt belőle. Egy gonosztevő sem maradhat. Megbüntetjük őket kemény törvényekkel, nemzetközi törvényekkel. Nemzetközi törvénykezést hívunk össze, ami nem felejt el semmit. Ezt ne felejtjük el. Ez a Víznyúz hírügynökségnek a felvételei. Ezt ma közvetítették az egész világnak. Mindenütt láthatják ezeket a képeket. Tessék figyelembe nézni, a folyamatos tűz ellenére nem félnek a lakosok, nem félünk, kiabálják, nézzétek őket, nézzétek, milyen békésen közlekednek.
mașini ale salvării, ceea ce demonstrează că nu numai armata a fost unită cu és poporul. Közbe, și közlekednek a mentők is, ami azt bizonyítja, hogy nem csak a hadsereg állt a feladat magaslatán, hanem a mentők és a kórházak is. A bukaresti kórházak, amelyek szolidárisak voltak a lakossággal. Amikor a tömeg elvonult a kórház előtt, a doktorok kijöttek a kórház elé. Azért, hogy a sebesülteknek első segélyt adjanak. Au dat dovadă de eroism. S-au săturat de minciună, de aplauze la infinit și de de vorbărie s-au săturat. Ezek után a unikumnak számító képek után volna néhány hírünk és bejelentésünk, és aztán újból filmeket fogunk mutatni. Am în vedere faptul că, de pildă, la tipografia... Köszönöm szépen. Abban a pillanatban, hogy a Nemla a kollégámmal leültünk, megjelent a román televízió forradalmi főhadiszállásnak számító stúdiójában egy bőrsapkát viselő harckocsizó tiszt, és bejelentette, hogy megszűnt a lövöldözés a televízióra, vagy a televízió körül. Na most ez azért volt drámai bejelentés, mert 10 óra 27 perckor, tehát 18 perccel ezelőtt bajban a TV címmel adott a rajta egy hírt, azzal, hogy a bukaresti tévétörző katonatisztek sürgős segítséget kértek, közölték, hogy a Ceausescuhoz hű erők közel vannak a tévéközponthoz, és elfoglalni készülnek azt. Nem lehet tudni azt, hogy most támadási szünet van, vagy elvonulnak onnan. Minden esetre erre, hogy kik harcolnak Ceausescu oldalán, kik azok a Ceausescuhoz hű erők, a továbbiakban vissza fogunk térni. Egyébként a kínaiak cáfolták, hogy a diktátor Peking felé tartana, a legteljesebb mértékben megalapozatlan ez a hír, közölte ma a kínai külügyminisztérium szóvivője. Most pedig szeretném kérni, hogy adjátok be a következő filmrészletet. Conlucrați cu armata română și forțele de ordine ale Ministerului de Interne. Nu le împiedicați activitatea. Ei s-au alăturat cauzei României libere. Nu-i mai dezarmați. Egy hozzászólás folytatódik, ami a zsarnokság elleni küzdelemről szól. De talán én azt hiszem, ez az, most kaptam meg ennek a hangját. Csak. Igen. De aceea este necesar să ne apărăm fontos, cu forțele de ordine ale Ministerului Apărării Naționale. A Nemzetvédelmi Minisztérium erőivel fönntartjuk a rendet ezekben a döntő pillanatokban. Csak összefogva tudjuk a nemzeti ügyet szolgálni. Éljen a szabad Románia. Ebben a pillanatban a kollégáim értesítettek a stúdióban, hogy a Víznyúz hírügynökség egyik anyagát bemutathatjuk, ami tegnap készült Bukarestben. Hát ezt már láttuk az imént. Bemutatjuk, milyen a helyzet ma Romániában. No most, ez viszont már ma hajnali fölvétel. Nem, ez ma hajnali fölvétel. Ma hajnali, igen. De ez nem a tegnap. Ez a köztársasági palota, ugye? Tehát a Ceausescunak ez az a épület. Ez az interkontinentál szálló, az a másik, az a hosszú, magas épület. Privit! Sus pe terasa televiziunii, armata română. Ismét átmentünk az élőképre. A román hadsereg küzd azok ellen, a gonosztevők ellen, akik támadnak ellenünk. Egyre kevesebben vannak. Így kell lenni, el kell pusztulniuk. Nézzék ezt a gesztust, amivel a civilek élelmet adnak a katonáknak. Ezek spontán pillanatok, a fraternizáció jelei. Mindnyájan testvérek vagyunk, és ezt nem szabad elfelejteni. Egy új Romániát építünk, ami a miénk, mindnyájunké, németeké, magyaroké és románoké. Küzdjünk együtt, ugyanaz a hazánk. Ne hátráljunk meg. Itt látom azt, hogy polgári kézen is van kézi fegyver, mert attól tartunk, ez nem egy katona. Igen. Tehát vannak polgári felkelők.
Igen, csak egy kicsit komplikálja a helyzetet, ahogy hallottuk, hogy a szekuritási emberei közül is jó néhányan civilben küldjönnek. Mondjuk, hogy ezt a fiatal embert elnéztem a külsejében, nem nagyon hasonlított egy álmos ügynökre. Most munkára búzít ez a felvétel, amit ott hallunk, ez világcik. Megkaphatnám az egyenes adáshangját. Igen, na most szóljátok be, legyetek szívesek, hogy milyen hang érkezik ehhez. La drepturi, nu cum am avut până acum niciun drept, decât dreptul de a face și de a sta cu frică și cu teamă tot timpul. Și de a bate din palme tot timpul. Minnyájan féltünk és tapsoltunk eddig a diktátornak. Megszakadt, úgy látszik a kép. Nem tudom, gondolom, hogy van még bejátszásunk, nevezetesen az utcai harcokra vonatkozó képsorok. Azt kérem, hogy majd játsszuk be egy idő után. Közben annyit elmondok, hogy Kolozsvárról is kaptunk egy helyzetképet. Ott nagy gyűlés van, ez idő szerint az Erkélyen elhelyezett tévékészüléken az emberek nyomon követik a bukaresti fejleményeket, és Marosvásárhelyről is van egy mondat, hajnali friss híradás szerint itt nyugalom van. Úgy mondották, hogy minden német, minden magyar, minden román szabadságra ébred. Kérem szépen, az Egyesült Államokban a külügyi szóvivő nyilatkozott, a kormány fontolóra veszi Románia megsegítését, amennyiben az új kormány felszámolja a Ceausescu rezsim örökségét, és intézményi reformot vezet be. Egy pillanat. Kaplárep József segített nekünk, tehát egy bejelentés, látnak most képsorokat, és fordítjuk. Az ország összes állampolgárához. Kérjük, működjenek együtt a román hadsereggel és a belügyminisztérium szerveivel, ne akadályozzák őket, mellettünk állnak most már, ne fegyverezzék le őket. Most jelentették be, hogy külföldi idegen erők, zsoldosok érkeztek hazánkba megsegíteni a zsarnokot, és a békés lakosság ellen küzdenek az ország több városában. Ezért mindenképpen védekeznünk kell, és össze kell tartanunk a belügyi erőkkel. Éljen a szabad Románia. Na most jön az a pillanat, amit belkezdted, az a Kroitoru Ernagy, az ejtőernyős osztag vezetője, amely a televíziót vezetői. Ő jelenti be, hogy visszaállították a csöndet a televízióban. Megkapták a támogatást, most már nem lőnek. Köszönjük! Az ország nevében is. Hát köszönjük szépen mi is. Változatlanul adósok vagyunk a nézőknek azzal a bejátszással, ami az egyetlen pillanatnyilag olyan, amely harcokról szól, amiből kiolvasható, látható, hogy tüzelés folyt ma hajnalban Bukarestben. Gondolom, hogy ezt hamarosan megkapjuk. Addig el szeretném mondani, hogy tulajdonképpen a Magyar Távirati Iroda tudósítója mindmáig a legjobb szemtanunk a televízióhoz való közelsége miatt, és dacára annak, hogy mint hallották, a harcok megszűntek, azért érdemes fölidézni, hogy ő ma reggel egyáltalán nem tudott a telexgépem elé ülni, mert az iroda ablaka alatt utcai harcok folytak, fényt sem lehetett gyújtani, mert a terroristák belőttek a lakásokba is. Nem tudom pontosan, hogy a terrorista név mit fedez, vélhetően az állambiztonság embereit, vagy civil ruhában öltözött embereit. Beérkeztek Bukarestbe a Ploiestiből elindult páncélos osztagok, és ezeket is harcba vetették, dübörög, morajlik a város. Jelentette Oltványi Otto, az MTI tudósítója, és most újabb híreim is vannak néhány. A szovjet külügyminisztérium illetékese az MTI kérdésére hivatalosan és határozottan cáfolta, hogy a Szovjetunió katonai segítséget ígért volna a romániai felkelőknek. Ezzel kapcsolatos kétségeimnek már hangot adtam, mondván talán emlékeznek, hogy a Szovjetunió nyilván sokfajta módon tud segíteni, ezek közül ugye a katonait ez a külügyminisztériumi, tehát hivatalos nyilatkozat kizárta. Aradról. Reggel 8 órakor arra szólították fel az aradi városház előtti tömeget,
hogy hagyja el a teret, mert ha nem, akkor a Securitate helikoptereinek támadása várható. Az éjszaka megöltek két magyar gépkocsivezetőt, a Securitate egyik fegyverese tarkon lőtt egy román mentőorvost. Hangzanak ezek a egyáltalán nem vigasztaló hírek. Kérem szépen, ugyancsak a múlthoz tartozik, de göngyölítsük fel az eseményeket, mert ennek a pontos ismerete nélkül nem lehet igazodni. Tehát mi történik a televíziónál? Megint az MT-t idézem Bukarestből. Éjfélkor kezdődött voltak épp a nagy ellentámadás, amelynek fő célja az volt, hogy a tömegtájékoztatás két fő objektuma közül valamelyiket, vagy mindkettőt kézre kerítsék a Ceausescuhoz hű, különlegesen képzett fegyveres egységek. Na most már tudjuk, hogy ez a támadás megfeneklett, ha hinni lehet ennek a katonatisztnek, aki közölte, hogy csend van ez idő szerint a televízió körül. Egyébként az első támadása rádiót érte, és ott sem értek célhoz a Ceausescu hű erők. Az MT jelenti, hogy a palotatéren, ahol az éjjeli órákban felszámolták a Securitate ellenállását, csatatérhez hasonló a kép, halottak és sebesültek a kövezeten. Erről nincs képünk. Sok mindenről nincs képünk. Kérem szépen, akkor azt hiszem, hogy készen van egy pillanat, még egy hír, köszönöm szépen. Most friss telefon a Magyar Nagykövetség épületétől, alig 100 méterre a kereskedelmi kirendeltség közelében, mondja az informátor, harcok folytak, vagy esetleg folynak. Ez idő szerint is. A helyzet távol van attól, hogy nyugodtnak lehessen nevezni minden ellenkező bizonykodás dacára. Kérjük szépen most a bejátszást. Vila de elicoptere, mi se anunță că apelul nostru a fost recepționat și că elicopterele se îndreaptă spre punctele indicate. A helikopter állomásról közlik, hogy a megfelelő irányba szállnak a gépek. Fölhívják a lakosság figyelmét, hogy távozzanak el azoktól az épületektől, amelyek felé tartanak a helikopterek, hogy semmiféle baleset ne legyen, hogy a csapatok sikerrel teljesítsék feladatukat. Számtalan hírt kapunk a megyékből, a fővárosból. Szoros az együttműködés, a hadsereg, a hazafias gárdák és a lakosság között. Teljes a siker. Ez is egyik feltétel, egyik kötelező feltétel a munkának, annál is eredményesebb, annál is inkább, mert ezekben a pillanatokban nyugalomban, csöndben együttműködésre van szükség. Be kell bizonyítanunk, mint eddig is bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk megvédeni magunkat, hogy megvédjük azt az új életet, amelyet annyi véráldozatánál kezdtünk. Most közvetőleg hadd mondjuk el a nézőknek tájékozás véget, hogy a szemüveges férfiú, akit tegnap óta egyfolytában látnak ebben a stúdióban, ez Ion Iliescu, aki a Nemzeti Megmentés Frontjának az elnöke. Az előéletéről annyit tudunk, hogy Jászban volt megyei első titkár, valamiért Ceausescu félreállította, úgy tudjuk, hogy volt kritikai természetű megjegyzése, és az abban a korszakban egy is elég volt ahhoz, hogy valakit félreállítsanak. Ő tehát ma most újból fölbukkant, mint a Nemzeti Megmentés Tanácsának elnöke. Folytasd. Itt most arról szól, hogy a lakosság részéről számos bejelentés érkezik, amely az együttműködésnek a jele, de ezeket nehéz ellenőrizni. De vigyázni kell, mert hiszen vannak provokatív elemek, akik valótlanságot állítanak, diverzások, akiknek az a célja, hogy megosszák a közhangulatot. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne küldjék az értesüléseiket a lakosok. Az ivóvízzel kapcsolatban a vegyipari minisztériumtól jelentik, hogyha a bűnözők megmérgezték a vizet, egyáltalán nem elég a víz feltforralni. Hát meg kell találni, valamilyen megoldást kell találni, de hogy ne legyenek súlyos következmények. Köszönjük szépen, legyetek szívesek megmondani, hogy van-e még filmünk, mert változatlanul az adósság fönnáll, azokkal a bizonyos utcaképekkel. Addig is azonban néhány új hír. A főváros energiaellátásában, ami nem meglepő, problémák vannak, fontolgatják, hogy leállítják, Bukarestről van szó,
az energiaigényes vállalatokat, ilyenekből Romániában rendkívül sok van. Fölhívást kaptak a lakosok, hogy minden eszközzel, szekérrel, kerékpárral, traktorral siessenek a fővárost védők megsegítésére. Na most ugye megint van egy komplikált hír, a Securitate vezetői ezt a szervezetet nem oszlatták föl, csak a hadügyminisztérium ellenőrzése alá helyezték. Azt hangoztatják, hogy az egész szervezet átállt, és csak egyes, különleges alakulatok harcolnak Ceausescu oldalán. Ilyenek nem csak Bukarestben vannak, hanem Aradon és Temesváron is, talán emlékeznek rá. Az előbb említettem volt, összetűzéseket jelentettek, újabbakat a reggeli órákban, ezekből a városokból. Kérem szépen, az MT helyszíni jelentése Kolozsvárról azt mondja, hogy az éjszaka folyamán több száz fiatal virasztott a főtéren, gyertyákat gyújtottak a csütörtöki sortűz áldozatainak emlékére. Kolozsvárot mintegy 60-an vesztették életüket a rendőrség sortüze következtében, köztük 10-12 fiatal. Kedves nézők, önök tudják, hogy a harcok áldozatainak számára nézve még szerény becslések sem állnak rendelkezésünkre, mindeste sok ezer emberről van szó. Ez egészen bizonyos, és már tegnap ugye fény derült arra az undorító módra, ahogyan hát nem is elföldelték, hanem elkaparták őket, akkor, amikor úgy gondolták, hogy a rendszer intakt, de legalábbis fönn fog maradni. Ez idő szerint arról kapok tájékoztatást, hogy több bejátszásunk nem lesz. Én ígértem önöknek egy filmet, ezt pótolni fogjuk következő jelentkezésünkkor, elnézést kérek, amely körülbelül 45 perc múlva várható. Köszönöm szépen a figyelmüket. Önök történelmet láttak élőben Románia nagy napjairól, tulajdonképpen Románia első szabad napjáról, a szabadság pirkadára felé. Köszönöm szépen.